2005 óta vagyunk nevelőszülők, ekkor már a családunkban volt egy nevelőszülő. Náluk járva nagyon megtetszett ez a hivatás, és férjemmel hosszú megbeszélés után elhatároztuk, hogy szeretnénk segíteni ezeknek a gyerekeknek, akik a bántalmazásból, elhanyagolásból ki vannak emelve a családba. Szerettük volna megmutatni nekik, hogy milyen az, mikor bizalmat adunk. Ha ezzel élnek, ezzel a lehetőséggel, akkor bármit elérhetnek az életben. Szerettük volna azt is, hogy érezzék ezek a gyerekek, hogy milyen szeretve lenni és családban élni. Most jelenleg 5 nevel gyermeket nevelünk, és van 2 vérszerinti lányunk. Nagyon szeretjük őket, nagyon imádjuk, teljesen odáig vagyunk értük. Amikor látjuk a fejlődést egy-egy gyereknél, amikor bekerül a családunkba, és amikor mosolyog és átölel, a legjobb érzés a világon. Nevelőszülő 2 okból lettem, 2 fő okból lettem. Az egyik azért, mert nagyon szerettünk volna még a férjemmel még egy gyermeket, de már nekem nem lehetett. A másik ok meg azért, mert egy olyan munkát szerettem volna találni, amit otthon végezhetek. Fontos szempont nekem azért az volt ezzel kapcsolatban, hogy sikereim is legyenek. És akkor emiatt lettem nevelőszülő. Egy barátnőm révén ismerkedtem meg ezzel, és annyira megtetszett, mikor elmentem hozzájuk, annyira sok szeretet, mosoly, vidámság, törődés, boldogság volt ott a levegőbe, meg a gyerekeken is lehetett látni, meg a barátnőmön is, hogy azt mondtam, hogy igen, ez az. És akkor így belevágtunk. Én nekem ez már nem munka. Nekem ez már hivatás, és tudjuk jól, hogy ez napi 24 órából áll, évi 365 napból. Ez a hivatás hónapokig, évekig, vagy akár évtizedeken át is tarthat. És ezzel annyit tanultunk, észrevétlenül tanultunk nagyon sok dolgot, mind a családom, mind a gyermekeim, az unokáim és a közeli barátaim. Azt tanultuk meg, hogy minden gyermeknek joga van családba felnőni, minden gyereknek joga van ahhoz, hogy boldog legyen, és nekünk ez a feladatunk, hogy őket segítsük, és vigyük előre, és boldog, és szebb jövőjük legyen, és ezért mindent megteszünk, és nekünk így teljes, tényleg így kerek lett az életünk. Óta vagyok nevelőszülő. Azért választottam ezt a hivatást, mert akkora már az én gyerekeim elértek olyan korba, hogy nem igényelték azt a törődést, tehát kevesebb törődést igényeltek, inkább úgy mondanám, ami nekem borzasztóan fájt, mert én ilyen tyúkanyú típus vagyok, szerettek gondoskodni, babusgatni, és ezért úgy gondoltam, hogy az így felszabadult időmet, energiámat hasznosan töltsem el. Nagyon szeretem a gyerekeket, mindig is az volt az álmom, hogy nagy családom legyen sok gyerekkel, és nem volt kérdés, hogy nevelőszülő szeretnék lenni, segíteni olyan gyerekeknek, akik erre rászorulnak, hogy boldog családban nőjenek fel. 11 év alatt 7 gyermeket neveltem. Ezek között volt olyan, akit hazagondoztunk, volt olyan, akit örökbe adtam. A munkámat mindig felelősségteljesen a legjobb tudásom szerint végeztem. Nagy örömömre szolgált, amikor a tőlem elkerült gyerekektől visszajelzést kaptam, vagy éppen meglátogatnak. Most jelenleg egy 2,5 éves kislányt nevelek, 4 napos korától. Nagyon szeretem a munkámat, remélem a Jóisten ad nekem erőt, hogy ezt még sokáig tudjam folytatni.